országosan már több mint 150 ezeren, Tolna megyében pedig már több mint 6 ezeren írták alá azt a petíciót, ami a magyar gazdák érdekeit védeni a következő 2021-2026-os uniós költségvetési tárgyalások során. 2018-ban már 2700 milliárd forint fölé nőtt az a termelés, amelyet a magyar mező- és élelmiszergazdaság produkált, amely az egyik leggyorsabban növekvő teljesítmény volt az elmúlt években az európai unió egészét tekintve. Számunkra ez is egy fontos szám, de a legfontosabb, hogy a gazdálkodók milyen jövedelemhez jutnak, javul-e a jövedelmezőség, javul-e az a kilátás, hogy megéri-e a mezőgazdaságban dolgozni, és örömteli, hogy összességében azt látjuk, hogy a gazdálkodók jövedelme az ő ügyességüknek, szorgalmuknak és a kormányzati gazdaságpolitikának együttes hatására növekedni tudott. Megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a 2018-as évben közvetlen jövedelempótló támogatás formájában 18 milliárd forintnyi forrás érkezett a megyébe, és a fejlesztések esetében pedig csak a beruházások tekintetében ilyen volumen és ilyen nagyságrendű forrás került megítélésre. Ezeknek a forrásoknak a tényleges csökkenését, több száz gazdálkodó fejlesztéseit és több ezer Tolna megyei gazdálkodó jövedelmének csökkenését jelenteni a bizottság javaslatának az elfogadása, és az, hogyha az európai parlamenti választásokon nem sikerül egy vidék és gazdabarát politikai felállást elérnünk. A térség országgyűlési képviselői ezért is tartják fontosnak, hogy fórumokat szervezzenek, ahol Brüsszel terveiről tájékoztatják a mezőgazdászokat. Horváth István, a szekszárdi választókerület parlamenti képviselője azt mondja, a mezőgazdaságra fordítható uniós forrásokra nem támogatásként érdemes tekinteni, hanem olyan pénzekre, amik igenis járnak a termelőknek. Rendszerváltás után Magyarországon teljes egészében privatizálták ugye a feldolgozóipart, és ugye a feldolgozóipar volt a szívóreje a mezőgazdasági termelőknek, ami nem csak a klasszikus alapanyag termelésre gondolok, tehát a búza, a kukorica, a napraforgalom, mondjuk a kertészet, az állattenyésztés, illetve az állattenyésztéssel kapcsolatos, mondjuk tejtermeléshez kapcsolódó feldolgozók. Ugye 20 évvel ezelőtt azt lehetett hallani, hogy sorba zárjuk be, illetve nem is pontosan 20 évvel, a rendszerváltás után elkezdődött ez a folyamat, de igazából az Európai Uniós csatlakozás után fokozódott, amikor azért kaptunk pénzt, hogy vágjuk ki a teheneinket, amikor azért kapott pénzt a magyar vidék, hogy zárja be a cukorgyárakat, és azokat még ha lehet, akkor le is darálja, és ezáltal a magyar cukoripart is kiszolgáltatottá tették, amikor sorba zártak be a húsipari vállalatok, amikor sorba zártak be a tejipari vállalatok, sorba zártak be a konzervgyáraink, és ha megnézzük az élelmiszer diszkontoknak az élelmiszer kínálatát, akkor a külföldi tulajdonú élelmiszer diszkontoknak a jellemzően külföldi beszállítói vannak, és nem a magyar vidéki emberek számára ad lehetőséget a megélhetésre és a gyarapodásra, hanem egy kiszolgáltatott állapotot teremtett. A kormány célja a magyar mezőgazdaság és a gazdálkodók érdekeinek a védelme, ezt mondta Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár. Szerinte mindez veszélybe kerülne, ha megvalósulna az Európai Parlament terve, ami szerint a következő támogatási ciklusban az erre fordítható költségvetés 20%-kal csökkenne. Vidékfejlesztési program forrásai szűkülnének a legjobban, hiszen a megszületett javaslat alapján az a következő 7 évben 26%-kal érne kevesebbet, mint amit most fel tudunk használni, és ez bizony egy jóval kisebb tortaszelet, jóval kevesebb fejlesztés, jóval kevesebb forrás jutna a magyar vidék fejlesztésére. Viszont a területalapú támogatások is csökkennének, amelyek értéküket tekintve 16%-kal lennének kevesebb, mint a mostani szint. Azt gondolom, hogy ez a mérték, ez mindenképpen azt támasztja alá, hogy ezért harcolni kell. 2 milliárd euróval csökkenne Magyarországon jutó összes agrárforrás ennek a javaslatnak az elfogadása esetén. Ez pedig jelentősen visszavetni azt a folyamatos fejlődést, amit a magyar mezőgazdaság 2010 óta elért. A forráscsökkentés mellett viszont a mostani tervek szerint nőne a bürokrácia, figyelmeztet az államtitkár.